Már Magyarországon a romániai kanyarú járvány. A makói kórházban teljes zárlatot rendeltek el, miután 10 dolgozó is megbetegedett, közülük 5 embernél már kimutatták a kanyarú vírusát. A legveszélyeztetettebbek a csecsemők, illetve azok, akik 1969 előtt születtek. A Híradónk által megkérdezett szakember szerint valószínűleg Romániából jött a fertőzés, mert ott nem volt elég vakcina. Magas láz, légúti tünetek, kötőhártyagyulladás, pár nap múlva pedig jellegzetes bőrkiütések. A kéthetes lappangási idő után ezek a kanyarú legjellemzőbb tünetei. Romániában az elmúlt időszakban sokaknak esélyesen volt arra, hogy a vírussal szemben védettséget kapjanak, ugyanis vakcina hiány volt az országban. Maros megyében korábban 50 új kanyaros beteget és több tucat beoltatlan gyermeket regisztráltak. Nálunk még van egy pár fiola. Itt a gond, ahogy én értettem, az volt, hogy az oltószereket országos szinten úgy osztogatták, hogy olyan helyeken, ahol az oltási arány az elmúlt hónapokban, években kisebb volt, hogy azok a területek kapjanak több oltószert, hogy oldódjon meg azoknak a gyermekeknek a problémája. A házi gyermekorvosok országos egyesületének elnöke Híradónknak elmondta, Romániában az elmúlt években lazítottak a kötelező oltási renden, így tömegek maradtak ki az oltásból. A szakember elmondta azt is, hogy itthon 1969 óta van kötelező oltás a kanyarúval szemben, de teljes védettséget csak a 90 után születettek kaptak, akik az új oltóanyaggal kétszer lettek beoltva. A legnagyon veszélyeztetett korosztály a csecsemő korosztály. 15 hónapos korban van a kötelező oltási rendbe, a kanyarú elleni oltás beállítva, ezért a 15 hónaposnál fiatalabb csecsemők értelemszerűen nem kaptak még oltást, ők teljesen védtelenek, és csecsemőkorban bizony könnyen lehet halálos lefolyású a kanyaró. A vírus cseppfertőzéssel terjed, így a makói kórházban, ahol az elmúlt 2 hétben 10 alkalmazott lett beteg, a fekvőbeteg részt lezárták. A kórházban sem sürgősségi eseteket, sem fekvőbeteg ellátásra szoruló betegeket nem tudunk fogadni. Természetesen a bentfekvő betegek ellátása biztosított, az ő biztonságuk az garantált. Az ANTS azt javasolja, hogy a Romániával határos megyékben erősítsék meg a járványügyi felügyeletet, és haladéktalanul jelenteni kell a megbetegedés gyanúját is, de a román kanyarójárvány ismeretében behurcolt kanyaró megbetegedésekre folyamatosan számítani kell.